Szép estét kívánok! Köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a beszélgetés sorozatot, amelyben az idén 70 esztendős Albarégia Táncegyütteshez kötődő személyiségek szólítatnak meg. Ma esti vendégem Knejfel György, zenetanár, a Tilinkó zenekar prímása és immáron vezetője. És egy legendás időszakról kell, hogy beszéljünk, hiszen most már több mint 40 esztendeje, hogy elkezdődött az az út, amelynek a végén elmondhatjuk, hogy az Albarégia Táncegyüttes, bizony mondom, és elődje a Fejér megyei Táncegyüttes is országszerte ismert, elismert, vagy akár Európát és a világot is tekinthetjük. És ez így van a Tilinkó zenekarral is. A te utad az rendhagyó volt, Gyurikám, ugye? Bizonyos értelemben, hiszen bár a zeneiskolában kezdted és táncoltál, de zenélni csak később kezdtél el. Sőt, még ennél is jobban elhagyja a rendet, mert én nem jártam zeneiskolába, hanem úgy kezdődött a dolog, hogy mivel nem voltam az a nagyon jó kezelhető gyerek, nem is olyan iskolába jártam, egy autószerelő szakmát végeztem, de mivel a testvérem megzenélt, a Zeneakadémiára járt, és már táncolt akkor a Fejér megyei népjegyüttes névre hallgató tánccsoportban, akkor hát valahogy én is csapottam, engem is elkezdett érdekelni ez a dolog. Láttam, hogy összejövetelek voltak lenne, akár Agárdra lejöttek a nyaralóba, táncosok is ott volt, itt tudom én, 8-10 ember, és nagyon jól érezték egymással magukat, és én is csatlakoztam, és egyszer csak néptáncos lettem. Tehát én tulajdonképpen táncosként kezdtem ezt az albarégiait, a Fejér megyei népjegyüttes és albarégia táncegyüttes benni tevékenységemet. De hát az elég régen volt, ez 1975 körül, szóval az odébb van egy kicsit. Hogy került a kezedbe hangszer? Azt tudjuk, hogy Imi játszott, hiszen alapító tag vagy egyébként te is ugye a Tilinkóban, de az Imi a Mákvirág, illetve a Mákszemben már szerepet vállalt. Hát először is van egy családindítatás, ami tehát mindenki a Knejfel és a Békefi családban is zenész volt, vagy kántortanító, vagy zenész és jogász, tehát ezek a vagy énektanár, tehát ez a pálya volt tulajdonképpen mindenhol látható. Otthon volt zongora, a testvérem zongorázott, és én meg úgy mondják fülhallás után megtanultam pár darabot, amit ő egyébként kottából a zeneiskolában tanult meg. Tehát a zenei rész ez így megvolt, édesanyám énektanár volt, ami azt jelentette, hogy véget ért a tanítás, már másnap mentünk vonattal ki Agárdra, és nem voltunk, mentünk a csónakkal a vízen is a műveket énekeltük több szólamban, tehát ott én magam is megtanultam olyan dolgokat, amiket az iskolában például nem tanultam meg. Aztán utána tulajdonképpen, hogy a maga a zenél és a népzenél is hogyan kezdődött el, nagyon furcsa dolog. Táncosként az együttesnek a jubileumi műsorán az utolsó számban a Terenyei Molnár Istvánnak a képeskönyvéből utolsó számában az öt párból középen táncoltam volna, de elszórakoztam a színpad mögött a dolgokat, és nem tudtam kikötni a bőgatyámat, és nem jutott eszembe, hogy akkor bemegy bőgatyával megcsinálni ezt a számot, hanem ott épp előttem próbáltam, de közben elkezdődött a szám. Balogh Marika párom jött be az egyik oldalról, fiúk a másik oldalról, és találkoztunk volna a színpad közepén, és alakult volna egy ilyen, mondjuk dominó ötös alakzat. Hát én nem mentem be, ő meg mivel nem jöttem be szemközt, kipörgött a színpad másik felén, közben hangosan kiállva, hogy Gyuri, hol vagy? Bele a mikrofonba persze. Szóval mindenki tudta, hogy a Gyuri nem ment be a színpadra. Ennek a következménye az lett, hogy Ásó István volt akkor a vezető az együttesnek, azt mondta, hogy már pedig így. Tehát eltiltott a táncolásról, nem mehettem az együttesbe jó darabig. És akkor az Imi már a Mákvirág együttessel zenélt, mert ő akadémista volt Budapesten, és az érdi bukovinai székely dalkörhöz járta ki muzsikálni ezzel azzal az emberrel. És valaki lecsúszott, nem tudott kimenni, és az Imi megkérdezte, hogy nem akarnám megpróbálni csellóval, nem lesz ez nehéz, próbáljuk meg, biztos meg tudom tanulni.
és azt a egy vagy két blokk volt, azt megtanultam csellón, hát nem is tudom, hogy már nem is emlékszem erre túlzottan. Így lettem, így kezdtem el csellózni, és elég hamar kiderült, hogy a Mákvirág együttesnek ez a Budapestről való ingázás fölle, előbb-utóbb össze fog akadni a fehérvári táncegyüttes programjával. Nem tudnak rendesen lejárni próbákra sem, mert azért ők Pesten voltak elfoglalva a saját munkáikkal. Kellett egy fehérvári zenekar. És ez lett a tinénk. És ez lett a, akkor Mák Szem, ezt a Pesi, Pesovár Feri bácsi találta ki, hogy Mákvirág és a Mákvirágnak az utánpótlás, akkor legyen Mák Szem. Ez lett a Mák Szem együttes, ahol aztán nagyon-nagyon nagy mozgás volt, kibe-kibe egyszer jött valaki, nem sikerült betagozódni, vagy nem volt ügyes, vagy nem gondolt annyira komolyan, de lényeg az, hogy végül aztán egy olyan zenekar alakult ki, amiben Dénes Zoltán volt a primás, Szűcs Sándorral együtt, akkor az Imi brácsázott, Szabó József, aki Furiás névre is hallgatott, tamburázott, klarinétozott, később tekerőzött, és akkor aztán tulajdonképpen ez volt egy ilyen zenekar. Ez később jött Tóth László tanár, aki Furiásként vett részt a szépen mondva a munkába, a zenélésbe, és később még voltak alakulások, tehát ez volt ez a bizonyos együttes, amit aztán végül Tilinkó zenekarnak igen, neveztünk ez el. Volt az első formáció. Igen. Mikor derült ki, Gyuri, hogy tehetséges vagy? Tehát én azt mondom, ugye hegedű, brácsa, bőgő, tambura, ezt fejből fújjuk. Hogy te nagyszerű leszel ebben? Nekem ebben a fejlődésben egy jó leső érzés, de mégis így gondolom, hogy kényszer volt, mert amikor én bőgőztem, akkor ez az előző említett felállás volt, de az Imi elment katonának 80-ban. És akkor nem volt mit csinálni, kellett egy brácsás, és akkor én ezt bevállaltam, és érdekelt, zongorán is mindig az akkordok érdekeltek, nem a dallam. Elkezdtem megtanulni ezen három uros brácsán játszani, és ezt csináltam egészen addig, hogy hát végül is a kísérletet el tudtam látni. Az egy más kérdés, hogy a mai gondolkodásommal mennyire vállalható az, amit akkor annak idején csináltam. De működött a dolog, hiszen volt az együttesnek egy zenekara brácsással együtt. Aztán azért mi visszajött a katonaságból, viszont amikor én nem bőgöztem, hanem brácsáztam, kellett bőgös. Akkor jött be a képbe, a Brückner Tamási fehérvári volt, és kezd helyen zenélt egy másik zenekarban. És ő lett a bőgös. Na, amikor az Imi visszajött, akkor ugye már brácsásra nem volt szükség. Akkor viszont engem meg, tehát én szerettem volna sokkal többféle zenét játszani, mint amit annak idején játszottunk. És vettem egy hegedűt Maráci József esernyőjavító mestertől, aki Adendre utca 6 szám alatt a földszinten lakott alattunk, 500 forintért vettem meg tőle. És akkor már nagyon kitanultam, hogy hogyan lehet, hogyan mondjam, hogy jó is legyen, meg ne is. Tehát, hogy elrontani egy hegedűt, hogy ne legyen olyan szét, ne legyen olyan csillogó, olyan népies valami, olyan nagyon-nagyon öreg, antikolt valami darab legyen belőle, és ezt én átalakítottam azt a hegedűt, és ebben kezdtem el hegedülni, és tulajdonképpen ezzel kezdődött el a maga hegedűsi mi voltam. Ott volt, ez ide beletartozik, mert együttesnek az életébe beletartozik, hogy Botos Józseffel, a Bécivel volt egy kis összezőrenésünk, és annak is az lett az eredménye. Megint renitensé váltam, hogy akkor ezt akarjuk, nem foglalkozunk azzal, hogy nem jártam együttesbe. Egy pár hónapig, már nem tudom pontosan mennyi volt. De lényeg, hogy az időszak az avval telt, hogy hegedű, szalagos magnó, kazettás magnó, és fürdőszoba gyakorlás. Tehát így lehettél te is hiteles. Innentől kezdtem el, igazán úgy mondom, hogy népzenész lenni, hogy nem valaki megtanított, hanem én most én saját magam álltam neki, saját magam elképzelései követve keresgéltem, hogy kinek a primásságát, a hadatközlőnek viszont a tanulja meg. Az autentikus népzene a tiétek lett. A tiéd is elsősorban.
És ugye már 81-ben a Népművészeti Ifjú Mestere címet nyertétek el a Tilinkóval, tehát akkor már látszott, hogy jó úton jártok. Mert hogy 5 évvel a megalakulás után azért ez ritkaság. Igen, de azért ez fontos, hogy az együttes mellett zenéltünk, és az elért sikereknek a többsége annak idején mindenképpen az együtteshez kötődött. Tehát azért tényleg túlzás, de mégis az akkori szerintem nem lehetett itt menni az országból külföldre. Biztos emlékszem, hogy hogyan működött ez, és mi azért mentünk. Tehát az is nagy dolog volt, hogy egyáltalán a Szovjetunióban kint voltunk, akkor Tunéziában voltunk, 78-ban Stockholmban jártam, és így lehet, minden évre lehet mondani, hogy hogy is volt. Éppen a munkaviszonyaimnak a papírjait nézegettem egy kolléganőm, és kérdeztem, hogy mennyi munkahelyed volt itt neked. Az mind azért volt, mert amikor én elkezdtem zenélni, és mindig mentünk külföldre, én nekem akkor vagy előtte fel kellett mondani, vagy mikor visszajöttem, kellett felmondani. Mert az irítség az dolgozott. Tulajdonképpen egy anyagbeszerzői állásom volt a Videótonban, ami is sokáig tartott, és egyértelműen annak tudható be, hogy a főnököm is utazó volt. Tehát onnantól kezdve nekem szabad volt a zenélés, mehettem külföldre. És akkor visszatérve a kérdésre, hogy hogyan alakult ez ki, hát épp ezért tudott, miért mellette nekem munkahelyen volt, és nekem kimondottan csak egy hobbi tevékenység volt. Én azt fogták mondani, hogy én csak hobbi zenész vagyok, de ilyet nem mondja, hogy csak hobbi zenész. Igen, mert... A profi zenészség ugye kétértelmű. A profi az, hogy olyan jó, hogy a profi minőségben zenélek, professzionális minőségben, vagy azért profi zenész, mert abból élek. Ez a kettő, ez nagyon nagy különbség. És az, aki abból él, és aki csak azért csinálja, mert szereti, világos. Az igenis versenyképes egymással azok. Hogyan tudtok lépést tartani a különböző elképzelésekkel, koreográfusokkal? Hiszen ha elindulunk a Botos Jóskától, akkor így szépen a Török Sanyiékon át nagyon-nagyon sok, aztán jött az új generáció a 90-es években, nagyon sok olyan koreográfus volt, ugye Ásó Istvánnak kellett volna kezdeni a sort, akik hasonlóan gondolkodtak, ugyanakkor egyre inkább tágult a kör, hogy mit táncol az együttes. Tehát tulajdonképpen a végén már, ugye ez mai napig tart, hogy a Kárpát-medence valamennyi magyar vonatkozás, és nem csak magyar vonatkozású népi kultúrába ékelődő táncát táncoltát. És hát ti volt, pedig játszottak. Igen, tehát a tánc oldalon ugye volt egy állami népegyüttes, egy Duna együttes, vagy tehát a nagy profi együtteseknek a kisugárzása, éppen most megy egy sorozat a valamelyik állami tévében erről a táncos elképzelés, vagy koncepcióváltásról, és a Mojszerv tánc színházkép tagadásával együtt. Igen. Is. És hát úgy, ahogy elkezdődtek a gyűjtések, hogy elkezdtek eljárni falvakba, és felfedezték, hogy a régi táncokhoz képest, amit mondjuk éppen a Molnár István, ami annak idején egy csoda volt, amit ő művelt, de ahhoz képest a faluban meglátták azt a csodát, amit ott az egyszerű parasztembernek a lábán, bokáján tudtak leolvasni. Na, ugyanez a rácsodálkozás a zenei oldalon ugyanúgy megvolt. Tehát mi is elkezdtük ezeket hallgatni. Nagyon nagy, hogy mondjam, csak löket volt az, hogy a Népművészeti Intézet annak idején elindított egy táncház képző, vagy táncház vezető képző tanfolyamot, ami Fehérváron is volt, meg Pesten is volt a Ganz Mávag Művházban, és ez a táncház vezető képző tanfolyam, ez egy hosszú időszak, most nem akarok hülyeséget mondani, talán 2 éves, de 1 éves biztos volt, és a tanfolyamon népzene oktatás is volt. Halmos Béla, a Sebő Feri, a Sipos Misi, Éri Péter, aztán így ez volt, meg talán a Virágvölgyi Márti még akkor nem. Tehát ez volt az első, ahol már konkrétan az akkori felvételeknek, tehát 1960
mondjuk 65 után készült, ami már új színbe mutatta ezt az egész népzenét. Azt kezdtük el tanulni. Ahogy a táncosok elkezdték tanulni az új gyűjtéseket, úgy mi is az új gyűjtések alapján kezdtünk. Tehát ugyanabból az anyagból mérgeződtünk meg, és tulajdonképpen nem volt, nekünk ez könnyebbség volt, mert nem egy valamit kellett megtanulni, amit mások ránk erőszakoltak, hogy ez a régi, hát hallgass meg, hogy milyen jó volt ez a feldolgozás, hogy milyen jó lehet ez zenélni, hanem konkrétan azt láttuk azt, hogy a parasztember ott a falun zenél, szabadon, és mindenki mulat rá, és táncolnak, és véget nem érő mulatságok voltak. Ez indított bennünk, legalábbis engem mindenképpen, azóta is egyébként ez a... Mikor érezted szükségét, hogy tanulj? Hogy neked Nyíregyházán van a helyed, és később pedig az egyetemen? Hát ez... Népzene szakon. Akkor vissza kell menni oda, hogy megvettem 500 forintért a hegedűt, mert... Már akkor? Akkor volt az, hogy én egyedül voltam, hogy mondtam, hogy fürdőszobában hegedültem, hogy felvételeket elkezdtem leírni úgy, hogy nekem erre nem volt előképzettségem. Egyszerűen csak meg akartam csinálni, meg akartam tanulni úgy játszani, ahogy játszott a felvételen. Tehát akkor kezdődött az, hogy elkezdtem ezt úgymond komolyan venni, tehát elkezdtem tanulni. Utána jóval később, hát akkor már jártunk mindenhova, utcazenéléstől kezdve, ilyen fesztivál, olyan verseny, tévé, ez az amaz, de tulajdonképpen 1990-ben volt az a pont, amikor már mindenféle eredményünk volt, ugye volt a Népzeti Főmestere cím és versenyeken, itt-ott Békés Csabán már kértek föl bennünket, hogy az egész versenyt kísérjük, tehát csak ilyen hogy mondjam csak magabiztosságot növelő élményünk volt. Utcazenélésre mentem ki Svájcba, és nem volt bőgősünk, és egy Pestről valaki ajánlott egy srácot, aki egyébként a Dunaművész együttesben zenélt. Őt vittem ki, és amikor jöttünk hazafele, mesélte, hogy figyelj, itt az együttesben éppen kéne egy primás, mert nem akarod-e vállalni, ráadásul a zenekarvezetői. És zenekarvezető lettem. És zenekarvezető lettem 1990-ben. Már pedig a Duna Művész Együttes, ez egy rang. Igen. Mindenféle értelemben. És ez ugye azt is jelentett, akkor nekem volt, akkor én elváltam már előtte. Tehát úgy kerültem föl Pestre, hogy ott is laktam, és 7 évig tartott ez az időszak. Ott meg mindent kellett játszani. Ott nekem kellett kottákat is, kellett írnom kísérleteket is, tehát mindenfélével kellett foglalkoznom, nem csak az idejelben, csak a zenéléssel. És ezt 7 évig bírtam, és 7 év után már ott a profi világot, hogy mondjam, csak elegem volt belőle. Nem is azt mondom, hogy meguntam a csömör, nem tudom mi a legjobb kifejezés, de a lényeg az, hogy hazajöttem Fehérvárra, akkor jöttem össze a feleségemmel, Lackó Krisztinával, és talán az is elég volt, hogy ingázom, hogy lemegyek, meg fölmegyek. Az egész, szóval adott volt a helyzet, léptem és hazajöttem Fehérvárra, és itt volt egy olyan másfél-két éves semmit tevés, amikor csak belemondom, mert rövid, biztosítónál dolgoztam. Valamit kellett, amiből megélek. És egyszer valami zenélés kapcsán bementem a zeneiskolába. Itt térek vissza a kérdésedhez. Bementem a zeneiskolába, és a folyosón ültem, és vártam, aztán Szabodani kollégámat vártam, hogy jöjjön ki hozzám, és a Bódi Árpád épp akkor viharzott le a lépcsőről, és hú, de jó, hogy itt vagy, figyelj Gyuri, nem akarsz nálunk tanítani? Hát én már előtte tanítottam így táborban, valahol volt, még Amerikában is, sőt, Dunai Üttessel a Helsinki-ben a Sibelius Akadémián egy hetet volt töltöttünk, tehát tanítottam már, de egyébként úgy senki nem kért engem arra, hogy tanítsak. Ez volt az első ilyen alkalom. Elvállalom, de van egy hátulütő, nekem semmilyen végzettségem nincs ehhez. Nem baj, elvégzett. Na hát tulajdonképpen
Ez így is történt. De jó van így, ugye? Jó van így, persze. Mert ez így... kalandos történet, hiszen hogy? Utána az egyetem népzene szaka az meg már adta magát. Hát igen, mert ugye Nyíregyházát már többen elvégeztek, hiszen akkor már Varó Jani, vagy János, aki citeretanár volt az iskolában, nem tudom hány éve tanított már, Vakler Anna is, még meg egy csomó régi ismerésem, akik legelsőként kezdték a Mohácsi Berci, Nagy Zsoltan, az egész Mét együttes, a Téka együttesből is voltak egy páran. Tehát akkor kezdte el mindenki Nyíregyházát, mert az egy nagy lehetőség volt, hiszen előtte nem volt felsőfokú végzettséget adó iskola, aki kimondottan népzenét oktat. A Nyíregyháza is kicsikét kevert volt, mert az volt a neve, amit tulajdonképpen elvégeztem, az a neve, hogy énekzene, népzenetanár. Tehát énekzenetanár és népzenetanár. De azért Nyíregyházán inkább énekzenetanárt szerettek volna belőlünk nevelni, vagy átalakítani bennünket. Hát nem sikerült, mert mi népzenészek voltunk. És amikor ez véget ért, közvetlen akkor indult el az egyetemi oktatása ennek a népzenetanári szaknak. Egyszerűen muszáj volt. Mondtam, hogy most ugyanabban a lendülettel, már voltam nagyon fiatal, ezt ha most megcsinálom, akkor meg tudom csinálni. Hát ez történt, beiratkoztam, és két év alatt elvégeztem. És tulajdonképpen 2003. szeptemberre óta tanítom a népzenét. Ugye a Tilinkó szárnyalt folyamatosan közben, ami azt jelentette, hogy meg annyi stílus elindult, hiszen ugye bejött egy új nemzedék, és bármennyire autentikus volt, már más is előjött, tehát más koreográfiák, más gondolatok. Hogy tudtatok lépést tartani, hiszen ti voltatok az alapja az egésznek? Hát nem akarom elvitatni a Tilinkó együttes érdemei, de tulajdonképpen rajtam múlott a dolog főként, hogy bevállaltam, vagy nem vállaltam be, mert rengeteg, tehát ha valaki valamennyire ért a néptánchoz, népzenéhez, az, hogy hányféle tájegység van, és azon belül hányféle falu van szinte, hányféle zenekar van, tehát ezeknek mind-mind van egy sajátságos stílusuk, amit hogyha én megtanulok, akkor abban a stílusban kell nekem is továbbadni. Tehát ebben a témában nem lehetünk zeneszerzők. Tehát szoktam mondani, hogy ha te azt akarod bőgözni, amit te akarsz, akkor szólólemezt kell csinálni. Tehát itt ez nem erről szól. Tehát sok új kihívás volt. Az is az volt, hogy az együttes, a Tilinkó együttes, most már idestó vagy 20 éve nem ott zenélünk az Alba Regiánál, ami, hogy mondjam, csak akkor, mert tulajdonképpen nem érdemes ezt túl sokat ragozgatni, ezt a témát. Elkerültünk akkor Kisbérre és Siófokra. Egyszerre két olyan területen kezdtünk el zenélni, ahol többféle tánccsoport is volt, tehát hogy mondjam, csak megsokasodtak a teendőink. Nagyon sokat zenéltünk, de tánccsoportoknak. Tehát nem koncertszerűen, tánccsoportoknak. Sajnos ennek volt egy ilyen következménye, hogy a koncertekre nem fektettünk akkora súlyt. De hát azokkal, amikkel feléptünk, ugyanúgy meg kellett dolgozni, csak azért ez egy más tevékenység, hogy valakit kísérek. Néha többet igényel, mint maga az, hogy csak fellépek, mert akkor elvileg én, ha így csinálom, akkor úgy csinálom, hiszen nem írod zenészről. Ugyanakkor jelzi, hogy folyamatosan a legrangosabb díjakat megkaptátok. Székesfehérvár, Pro Urbe, gyermekekért díj, nem sorolom, nagyon-nagyon sok zenei díj és fesztiváli. Ami viszont megmaradt, hála Istennek teszem hozzá, a táncház. Ez a szívetekhez nőtt? Hát itt is van egy kis öböl a dologban, mert a táncház igen, tehát a táncházat most ezt át kellett volna gondolnom, hogy hány évig csináltuk, de biztos, hogy 20 fölött van, amit a saját magunk által gyártott táncház, tehát olyan is volt, hogy kiraktak bennünket, de nem csináltuk, mert a statikai problémákra hivatkozva azt mondták, hogy nem lehet a István teremben, aztán a Szent Imre teremben, illetve az I teremben csinálni táncházat. És akkor a Lány Kollégiumnak az étterme, ami most könyvtári terem egyébként a Bartók térről nyílik,
ezt megkaptuk, hogy ha mi ebből tudunk csinálni olyan termet, ami alkalmas arra, hogy táncoljunk, hát kája van, de be van szakadva a teteje, hát nincsen kimeszelve, hát köves, és akkor mi bevállaltuk, hogy jó, akkor megcsináljuk, meggyártjuk magunknak, és akkor ott tényleg, amit el lehet képzelni, hogy a káját a Török Sanyi keverte ott az agyagot, hogy berakja a tetejét, hogy ne füstöljön. Mi magunk csináltuk a zsíros kenyeret, készítettük. Minden rajtunk múlva. Ja, hát még fotó is van róla, hogy kölcsön kértük a székeket, mert nem volt szék, hát ez egy tök üres terem volt. És akkor ilyen Molnár kocsival tologattuk át mindig a táncház alkalmával oda, cipeltük be végig a folyoson. Tehát ez volt a mi táncház, konkrétan a mi táncházunk volt. Ez senkinek semmi köze nem volt, kivéve annak, aki megengedte, hogy oda bemenjünk. És amikor, ja is kimeszeltük a termet. Igen. És aztán mire elkészült is, hogy nagyjából jó is ment, egyszer csak valaki kitalálta, hogy na akkor ez innen ki kell menni. Tehát voltak ilyen dolgok. Érdekes volt ez. Igen, de a táncházban, mi, hogy mondjam, a zsigereinkben benne volt, mi ezt ragaszkodtunk, mint szokták mondani, paraszt a budi ajtóhoz. Tehát mi ezt nem engedtük el, ez a miénk volt. Igen, Hánkak a Söcsivel beszéltünk róla, hogy a táncház az alap most is. Így van. Így van. Régen volt egy ilyen hanyatlás a táncháznak, ami talán abból alakult ki, hogy már nagyon sokat táncolt mindenki. Egyébként most is van egy ilyen helyzet. Ezt lehet, hogy majd valaki rám hordja a követe miatt, de attól, hogy kötelezővé, tehát hogy iskolában tanítható a néptánc, rendes óraszámba, néha hogy a tornaórákat is ki lehet vele váltani, ettől úgymond mindenki néptáncol. Lehet, hogy nem szó szerint, de mindenki néptáncol. És ha valaki egyébként iskolában kötelezően táncolja a néptáncot, és utána meg ugyanazt csinálja az együttesnél, tehát műveli, mint amatőr néptáncos, akkor azért már más a színezet egy kicsikét. Igen, és azért az annak idején, amikor ez a táncház is kezdett úgy, hogy visszajönni, ez a táncház épületben volt már a Malom utcában, akkor egy kicsit ez is oka volt, hogy a táncosok sem úgy álltak tehát nem a bulinak azt a részét látták inkább benne, hogy bejönnek a tilingó zenélők, meg úgy vannak. Igen. És no. Ez nem elég delejezés a fiataloknak, tehát nem no. Hívja be viszont őket. Viszont ti járjátok a saját utatokat, én már Juhász Balázzsal, Polgár Zolival, Kneifel Imre, Kneifel György és zenekarvezetőként. Tehát kerek a történet? Igen, hát a zenekarvezetőség a tilingó zenekarban tulajdonképpen a szervezésnek a legitimációja, tehát az, hogy akkor ha valami van, akkor én telefonálok, én hívom fel, akkor még hozzájön, akkor én vagyok, az én autóm a legnagyobb, tehát az én autómmal megyünk, a hangszerek az én lakásomban vannak, én nekem van egy ilyen kis hangszerraktárész, tehát ilyen, így én vagyok a vezető. De primás vagyok inkább, tehát ott azt látom igazából feladatnak, hogy nem engedhetem el a fonalat. 70 esztendős az együttes. Hogy készülsz erre a jubileumi esztendőre, hiszen azt hiszem, hogy itt kiemelt feladatok várnak rátok is, természetesen mindenki másra. Igen, hát nem tudom, egy két hónapja vagy másfél hónapja megkerestek, pontosabban Majoros Robi megkeresett az együttesből, hogy vállalnánk-e az együttes 70 éves műsorában szerepet, tehát hogy kísérnénk-e a csoportot. Ami hát nyilván való volt számomra is, hogy meg a többiekkel beszéltünk erről, hogy a régi táncok kísérletéről van szó. És hát többiekkel összedugtuk a fejünket, túl sokat nem gondolkozunk, és elvállaltunk. Aminek a folyamánya az, hogy nem tudom pontosan hány órás műsor lesz, de két fél idős lesz, és az egyik fél időt azt mi fogjuk kísérni. Gondolom, itt a régi koreográfiák jönnek elő a régi táncosokkal. Várom már nagyon. Hát biztos jó érzés lesz. Gyurikám, köszönöm, hogy megtiszteltél, és természetesen ott leszünk, és fogunk mi még találkozni. Tilinkósan is, az Alba Régia Tánc Együttes gála estjén is. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink,
Kneifel György volt a vendégem, és a Tilinkóról beszéltünk, és a megannyi élményről, ami több mint négy évtized okán előkerült olyan élmények, amelyeket azt hiszem, hogy soha nem fogunk elfelejteni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra!